Zentán az elmúlt esztendőben javították a dűlőutak járhatóságát, de évek óta húzódó közműfejlesztéseket is megvalósítottak. A kataszteri bejegyzések is a végéhez közelednek a Jólajos és a Takács István utcákban is. Az infrastruktúrális fejlesztések mellett fontosnak tartjuk, hogy a zöld övezet, a zöld környezet is kiépítésre, illetve bővítésre kerüljön, tehát itt elsősorban a fásításra gondolok, úgy a város, illetve a falvak területén is. Részint ezt mi pályázati úton, tehát tartományi, köztársasági, minisztérium, illetve titkársági pályázatok alapján tudtuk elvégezni. A magasabb kormányzati szintekkel való konkrét és közvetlen együttműködés eredményeként több oktatási intézményben is sikerült újításokat és javításokat végezni a település területén. Nagyon fontos, hogy a Tornyos iskolának kicserültek az ablakai, hogy a Petőfi iskolában folytatódtak a beruházások. Nagyon szeretnénk azt, hogyha az elkövetkező időszakban lehetőség lenne a Szrémac iskolában is a javítás az általános iskolák közül. Fontos, hogy az óvodáink rendben legyenek, nagyon fontos, hogy a tanügyi munkásokkal, dolgozókkal a viszonyainkat. Az önkormányzat és a tanügyi dolgozók közt egy korrekt viszony alakult ki. Az energiahatékonyságot megcélzó támogatásokat illetően a minisztériumi támogatások mellett Zent a község 2 millió 700 ezer dinárral járult hozzá a lakosságot érintő projektekhez. A legnagyobb beruházás az ebben az évben tulajdonképpen az utcák aszfaltozásának a programjának a megindítása volt. Itt 100 millió dinárt kaptunk a tartománytól pályázaton, hogy ezt a programot elindítsuk. Azt szeretném mondani, hogy ez egy számunkra egy 3 éves program, tehát még az következő évben is szeretnénk ekkora nagyságrendben, és azután a következő évben is. A 2022-es évben tovább folytatódott a csatornahálózat kiépítése. Megtörtént a kis zsinagóga felújítása is, amely a tervek szerint tartalmakkal megtöltött közösségi térként áll majd a lakosság rendelkezésére a következő évtől.